Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai kirakásnál, mint ahogy látjátok, elhoztam nektek ezt a szép tarókártyáimat. Hoppala! Nagyon szépek! És egy kirakást fogok készíteni még hozzá. Nem is sokat fogok húzni, ez egy köszönet nektek ezért a sok feliratkozásért. 11 ezeren követtek, nagyon köszönöm nektek, és megnézzük, hogy most mi foglalkoztassa a mai napon jelenleg a lélektársadat. Na most micsoda az ő témája, mi foglalkoztassa? Belenézünk, ó, micsoda a téma, belenézünk, és erre ezt a videót elkészítem, és megkérlek benneteket, hogy kommentoljátok ezt a videót. Fontos, hogy kommentoljátok, hogy megosszátok, hogy feliratkozzatok a csatornára, hogy lájkoljátok, és a kommentbe beírjátok hashtag Zélenpárna, nem Zélenpárna, lélektárs, bocsánat, mert félig meddig németül beszélek, ezt felírom nektek. És hogy megosszátok is szintén ezt a videót azért, mert akkor részt vesztek egy kisorsláson, még hozzá egy személyes elemzéssel kapcsolatban. Egy személyes elemzést kaptok, 10 perceset. Ezt kell, hogy felírjátok. Nézzétek csak, hogy mondják ezt magyarul, ezt is szívesen írjátok fel. Lélektárs. Jó írtam? Lélektárs? Nem, látjátok. Hozok nektek nagyobbat. Várjatok csak egy másik. Pirosat. Egy pirosat hozok nektek. Nézzétek csak. Lélektárs, igen. És ikerlánk. Ikerlánk. Hashtag, ezt úgy mondják németül, hogy hashtag, nem tudom magyarul, hogy mondják, és a kezdő iniciál a lélektársattól, például, VS, vagy pedig zo, ezt, vagy pedig vagy pedig ilyes, például felírjátok így az iniciált, és akkor ezt megosszátok, és akkor tudom pontosan, hogy kit jóslok ki, vagy kit sorslok ki, aki ezt a nyereményt megkapja. Szóval, lélektárs ikerlánk hashtag, igen? Na nézzük, mi foglalkoztassa ezt az embert. Hát ezt az embert az foglalkoztassa, hogy nincs valami egyensúlyban. És hát ő neki tényleg ezen még dolgoznia kell, mert a nyolcas, azért még nyolcas, ami nincs egyensúlyban, ez foglalkoztatja, és tudatában van, hogy lelépett, hogy valamit nem jó. Nem jó fát tett a tűzre. Szóval ő ezt tudja, hogy nem jó fát tett a tűzre. Valamint ezért fáj a szíve. Ezért fáj a szíve, mert megbántott tégedet, hogy ilyen lelépett, és lesz ilyen váratlan változás. Szóval szerintem nagyon hirtelen, amivel nem is számolsz. Ő ezt nagyon le akarja veled tisztázni, hogy tégedet úgy lát, mint királynő, mint ahogy látod a kardok királynője, le akarja veled szóval tisztázni, mert álmatlan éjjelei vannak, álmatlan éjszakájai vannak, szóval, hogy lelkiismeret furdalása van, és most akárhogy, de ezt
tényleg le akarja veled tisztázni. Az aprúdja, a kardok aprúdja, az azt szimbolizálja, hogyha még ilyen gyerekesen is, vagy nem is tudja, hogy hogy oldja ezt az egészet meg, de le akarja veled szóval valamit tisztázni, és akarna győztesként ebből a helyzetből kilépni, hogy ez pozitív irányba alakuljon közöttetek. Hát úgy látom, hogy nagyon meg van sérülve, teljesen le van sérülve, és úgy látom, hogy álmatlan éjszakái vannak, most gyógyítsa a sebjeit, hát most éppen úgy egy kicsit pihen, és azt látom, hogy hát szeretné ezt a külső és belső bőséget érezni az életében, ezt a családot érezni, erre vágyik, és ezt szeretné nagyon megteremteni magának, valamint nagyon nehéz most neki, úgy érzem, hogy nehéz a lelke, olyan nehezen cibeli ezt a terhet, cipálja, és viszi ezt magával, is néz csak, fog neked egy bókot elsőbb adni, vagy itt ezt a kejhet, szóval meg fogja neked valahogy mutatni. Be fog ez teljesülni, ez neki az ő vágya, hogy ez az egész beteljesüljön, ez neki most a jelenlegi gondolatai, ami foglalkoztatják. De nagyon felkavartad ám az életét, hogy ne tudd meg. Annyira felkavartad ezt az életét, hogy ne tudd meg egy az egyben. De kapaszkodik még a régi életébe. De rengeteg érzés van ebben az emberben irántad, szóval folynak az érzések, az esélyek megvannak. És még az, hogy meg is tudja teremteni, hogy ebből valami fejlődjön, hogy ez létrejöjjön közöttetek, mert te vagy neki a kelyhek királynője, szóval te vagy neki a nagy ője. A nagy ője te vagy. Te vagy a nagy ője. Ha bár még nem olyan motivál, de nézd csak itt a kezébe a földet tartja, az egész földet is, mint ahogy látod. Nem olyan motivál, de ez fog alakulni, de még egy kicsit. Fél a rejtett félelmek feljöttek, látod, a hold. De ez a nap is benne van. Szóval én ezt úgy fordítanám, hogy igen, érzi ezted, hogy ennek esélye van beteljesülni tudna, de a félelmet is. Ezt úgy mondják, hogy olyan nyugtalan érzés kelt benne. Ez a kirakás, a mostani kirakás. Húzunk még egy szívkártyát hozzá. Legyetek szívesek még egy szívkártyát, hogy mit is érez irántatok. Na, hát az jött ki, hogy igen. Azt érzi, hogy igen, és a manifestációt, az új kezdet, a te álmaid valóra válnak. Lélektárs, szenvedély, és az igen. Na, ez volt a kirakás, ezzel szeretném nektek a hűségeteket megköszönni, sok-sok szeretettel, hogy követtek, hogy feliratkoztok a csatornámra. Lesz a jövő héttől fogva, vagy hogy is új felírás a videóban, ahol elolvashatjátok, hogy milyen módon vagyok elérhető. Mert nagyon sokan írtok e-mailt, és nem tudok mindenkinek visszafelelni, csak arra kérlek meg benneteket, hogy akkor írjatok, hogyha nektek ez az időpont foglalás ezen az áron megfelel, és ezen a fizetési módszerrel megfelel, akkor nagyon szívesen írjatok, de ezt leírom szintén még a videóban. A jövő héttől fogva megtaláljátok. Köszönöm nektek, és örülök a nyereménynek, aki ezt a 10 perces ilyen hasonló kirakást megnyeri közöttetek. Szeretettel búcsúzok tőletek. Sziasztok!